Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Drónozni tanulnak a szünidős gyerekek. A természettudományos tábor adja a lehetőséget az ismeretekre. Hajléktalanok a kánikulában. Tapasztalatok az elmúlt hetek hősége után a hajléktalan ellátásban. Mentési gyakorlat Pécsen, 36 méter mélyen a Tettyekarsznál. Meg akarják őrizni a hagyományokat. Német nemzetiségi tábor a Baranyai Erzsébeten. Drónozni tanulnak a szünidős gyerekek Pécsen. A természettudományos kaland napköziben ismerkednek az alapokkal. Már egészen kisiskolások is elsajátíthatják azokat az ismereteket, amelyek más területen is fejlesztik a képességeiket, ügyességüket. A napköziben a planetáriumba is ellátogatnak és izgalmas kísérletekben is részt vehetnek a Zsolnai Kulturális Negyedben. Ezek a szünidejüket a természettudományos napköziben töltő gyerekek most éppen a drónkezelés alapjait tanulják Gyenizse Pétertől. Kis tabletjeiken a legfontosabb műveleteket sajátítják el ahhoz, hogy a napjainkban igen népszerű drónokat mozgásba hozzák, mondja a foglalkozás vezetője Gyenizse Péter csillagász, a PTTTK Földrajzi és Földtudományi Intézetének egyetemi docense. Az elmúlt egy-két évben kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha egy űrhajót szimulálva, ők ilyen kis pici benti játék drónokkal egyik bolygóról a másikra elrepülnének, és ez lesz most majd a következő foglalkozás, hiszen a planetáriumban tanulnak a napról, tanulnak a bolygókról, a holdakról, és akkor most ők is eljátszhatják azt, hogy jó, nyilván nem egy igazi űrhajóval, de egy ilyen kis picike telló drónnal fölemelkednek egyik helyről a másikra. Elvezetik, közben a kamera képét látják ugye a telefonon vagy a tableten, és egészen jól átélik akkor egy ilyen űrpilótának voltak éppen a feladatait, és megtanulják azt is egyébként, hogy hogy kell irányítani ezt a szerkezetet, hogy ez nem olyan, mint egy autó, hogy csak előre tud menni, vagy esetleg hátra is csak kicsit kormányzunk, hanem ez voltak éppen minden irányba tud menni, ugyanúgy, mint egy űrhajó, tehát mondjuk persze kicsit korlátozottabban, de azért ezt is megtanulják. A természettudományos táborban részben fizikusok kísérleteket mutatnak be a szünidős gyerekeknek. Másrészt csillagászattal is foglalkoznak, mely tudományággal a planetáriumban ismerkedhetnek meg a táborozók. Ez Gyenizse Péter és a Földrajzi Intézetben dolgozó kollégáinak a feladata. Most azonban a drónokkal való ismerkedés a feladat. Itt nekünk a táborunk az alapvetően általános iskolásoknak, ott is, ha jól emlékszem, mert kolléganők szervezték, ott az elsőtől hatodik osztályig tart, de egyébként senkinek nincs vele problémája, már az elsősök is, ahogy tetszett mondani, már a digitális korszakban nőttek föl, tehát nem okoz nekik problémát az, hogy ne talántán egy eszközön húzogassák így az ujjukat és az érintőképernyőt használják, vagy éppen a Lego marsjáró vezérléséhez kis ikonokat tegyenek jobbra-balra, mert ott át kell gondolni, hogy egyébként a tellódrónokat is lehetne egy irányítani, de mi most ezt nem így csináljuk. Tehát ott ilyen kis ikonokkal kell vezérelni, hogy mennyit fordulj jobbra, mennyit fordulj balra, mennyit menjél előre, és akkor nagyon hamar ráéreznek erre, sokkal jobban, mint a felnőttek egyébként. A drónröptetés a mai gyerekeknek egyáltalán nem nehéz feladat. Játékos formában pedig kifejezetten élvezetes időtöltés, hiszen nem csak játszanak és jól telik vele az idő, hanem ezáltal számos képességük, ügyességük fejlődik észrevétlenül. A tábort a Zsolnai Kulturális Negyedben rendezték meg. Különleges időjárási viszonyok miatt a vörös kód kiadását követően a hajléktalan emberek védelmében érdeklődtünk. Most az eltelt forró hetek után pedig annak jártunk utána, vajon hogyan vészelték át a támasz alapítvány ellátottjai a nehéz időszakot. Mennyi plusz segítséget kaptak, voltak-e rosszulétek és azokon hogyan segítettek. A hajléktalan embert nem csak a téli hideg érintheti tragikusan, de a nyári kánikulai hőség is. Az idei nyáron ebből nincs hiány. A vörös kódot júliusban kétszer is kiadták, jelenleg visszavonva. A Pécsi Támasz Alapítvány integrált vezetője az eddigi tapasztalatokról számolt be, többek között arról, hogyan vészelték át a hőséget ellátottjaik. Kollégáink nagyon igyekeztek odafigyelni a kliensekre. Az utcai szolgálat az a vörös kód lefújása után is folyamatosan vitte ki a vizet azokra a területekre, ahol hajléktalanok élnek, és szerencsére nem volt egyetlen olyan eset sem, amikor mentőt kellett volna hívni valakire, amennyiben viszont úgy látták jónak, vagy a
az ellátottunk kérte, akkor bevittük a nappali melegedőnkbe, ott tudott orvossal konzultálni, esetlegesen segítséget kérni, lefürödni és egy kicsit megpihenni a hőségben. Az étkezés, innivaló fogyasztása is megváltozik az embernek a nagy melegben. Meghatározott kalóriatartalmú ételeket adunk minden esetben az ellátottainknak, nyilván amennyiben ilyen időben kevesebbet kérnek, akkor arra is van lehetőség, hogy akkor kisebb adagokkal tudjuk őket támogatni. A Támasz Alapítvány ellátottjai szeretnek kint a szabadban lenni egész nap, télen is, nyáron is, sőt van, hogy az éjszakát is szívesen kint töltik. Azonban akár a hidegben, akár a rekkentő hőségben állapotuk rosszra fordul, akkor bekívánkoznak az alapítvány biztonságos szállásaira, éjjeli menedék helyére, mondja Fonyó József. Döntően, hogyha a fizikai állapotuk rosszabbodik, akkor igénylik inkább a bentlétet. Ez igaz az éjjeli menedék helyek és a nappali melegedőkre is. Természetesen a nappali melegedő az egy olyan ellátás, hogy reggel be lehet menni, meg lehet fürödni, ki lehet mosatni a ruhákat, és akkor ez segítséget nyújt a mindennapokban, de ilyenkor nyáron valóban inkább az emberek elhúzódnak azokra a helyekre, ahol árnyékot találnak, és olyan parkokba vagy olyan helyeken, ahol meg tudják húzni magukat a hőség elől. A hajléktalan ember épp úgy küzdhet szív-érrendszeri keringési problémával. A hőség miatt volt rá példa, hogy rosszul lett valaki. Ezek mindig előfordulnak, és a bentlakásos intézményeinkben azért ez a hőség ugyanúgy érzékelhető volt, és azért ott is előfordultak, hogy segítségre volt szükség. A gyümölcs-zöldség fogyasztás terén elég sajátságos a helyzetük. Az alapítványnál az ételekbe beleteszik, illetve hozzáadják az étkezésekhez a gyümölcsöt is, azonban az ellátottak részéről erre kevésbé van igény, kismértékben fogyasszák csak, teszi hozzá Fonyó József. Rövid híreink következnek. Jövő hétre a parlagfű pollen koncentrációja országos viszonylatban is elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések szerint idén erős szezonra lehet számítani. A mostani száraz időszakban az eddig folyamatosnak mondható parlagfűkelés jelentősen visszaesett. Az aktuális időjárás azonban kedvez a tömeges virágzás korábbi megindulásának, vázolja friss helyzetképet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pollen jelentése szerint a parlagfű pollen szemei már több helyen megjelentek a levegőben, és az előrejelzések alapján július utolsó hetére a gyomnövény pollen koncentrációja országos viszonylatban is elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. A Pécsi Tudományegyetem biztató eredménnyel zárta a 2024. évi általános felvételi eljárást, hiszen a jelentkezők mintegy 8% pontos csökkenéséhez képest csak közel 100 fővel, 2% ponttal kevesebb hallgató került be Magyarország első egyetemére a nyári központi felvételi eljárásban, írja közleményében az intézmény. A közel 5600 felvett hallgató 58%-a a PTL valamely alapképzésén, 16%-a osztatlan képzésen, míg 21%-a mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait, míg a felsőoktatási szakképzéseken a felvettek 5%-a fog tanulni. Az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége továbbra is töretlen. A felvettek mintegy 80%-a a kormány által kiemelten támogatott szakokra került felvételre. A felvételizők elvárásainak és életmódváltozásainak köszönhetően mutatja, hogy a korábban folyamatosan növekvő nappali munkarend aránya tovább 67%-ról 64%-ra csökkent. Összehangolt katasztrófavédelmi gyakorlat zajlik hétfőtől Pécsen. A Tetyetérnél nyíló karszaknál el július 22 és 26-a között a Vármegyei Katasztrófavédelem és a Vízszolgáltató Tetyeforrásház ZRT munkatársai föld alatt rakett személy kimentését gyakorolják alpin technikával 36 méter mélyről. Erőlosztóhoz lenned, amin van a rendszer. Ezek az utolsó utasítások a kiképzőtől Pécsen a Tetye karsznál. Utána jöhet az ereszkedés ebbe a mély aknába. Vasap a kezed alatt, úgy szeretném, úgy. Elsőként a sérültet alakító férfi ereszkedik le, akit majd ki kell menteni. Egy karszt aknából mentenek a tűzoltók egy eszméletlen szemét, természetesen csak a szituációs feladat alapján.
Ez egy különleges helyzet, amit be kell gyakorolniuk a tűzoltóknak, hogy baj esetén gördülékenyen menjen a mentés. Ez egy egészen speciális helyzet, ilyennel azért nem sokszor találkoznak a tűzoltók, viszont ilyen alpintechnikával mentenek mélyből, illetve magasból a tűzoltók. Olyan helyzeteket kell elképzelni, mint egy kútba esett személy, illetve kutyamacska mentése, illetve volt már rá példa, hogy például siklóernyős akadt fent a fa tetején, őt is kötéltechnika segítségével mentik le. A Katasztrófa Védelmi Igazgatóság és a Tettye Forrásház közösen szervezte a gyakorlatot. Veszélyes mélységben kell dolgozniuk itt a vízszolgáltató szakembereinek. 36 méter mély, 3,5 méter átmérő, és ebből két irányba 300-300 méter hosszan vágatok indulnak. Ezeket a vágatokat úgy kell elképzelni, mint egy pince, amely boltozott, vagy bizonyos helyeken természetes kőzetből állnak. Normál üzemben elárasztott állapotában van. Ez egy víztermelő műtárgy, tehát ebben nyers víz található, és időről időre ezeket a műtárgyakat, mint ahogy ezt is, üzemen kívül kell helyeznünk, aminek az a célja, hogy karbantartó ellenőrző jelleggel a kollégáinak be kell tudniuk jutni. Fel kell készülni arra is, hogy bármi megtörténhet ilyen mélységben. Ugye ez egy 10 emeletes épületnek megfelelő mélység, ez a 36 méter. Annak ellenére, hogy mindenféle biztonsági eszközök, szerkezetek és előírások betartása mellett bármikor előfordulhat egy rosszulét, vagy akár egy baleset is. A gyakorlatban ezekre a helyzetekre készülünk fel közösen a katasztrófavédelemmel, ami én azt gondolom nem csak mi számunkra, hanem valamennyi vízműzemeltető számára egy fontos lehetőség. Szerencsére nem történt itt baleset eddig, de ettől függetlenül gyakorolni kell a mentést, hogy ne érje váratlanul a tűzoltókat egy éles helyzet. Ez az, így jó. Látod a kötelet a főnézel? Ez már a mentés utolsó szakasza. Elméletileg egy ájult szemét hoz fel a mentést végző tűzoltó. Így ketten egymáshoz rögzítve érnek végül fel az aknából. A társak közben folyamatosan segítettek és biztosítottak a helyszínen. Jó, állj! A gyakorlat ezen a héten több napon át zajlik a pécsi helyszínen. 5 nap alatt mintegy 75 hivatásos tűzoltó vesz részt a gyakorlatban. Pécs mellett Siklósról, Komlóról, Szigetvárról is érkeznek tűzoltók. Egyébként a Tettyekarsztól nem messze épült. 1892-ben a város első nyomóvezetékes vízműve. A vízbázis ma is meghatározó szerepet játszik Pécs ellátásában. Német hagyományőrző tábort tartanak a Baranyai Erzsébeten. Céljuk, hogy megőrizzék a német nemzetiségi hagyományokat, szokásokat. A táborba általános iskolás gyerekeket fogadnak, akiknek egésznapos elfoglaltságot biztosítanak a szervezők. Kézműves foglalkozás a Baranyai Erzsébeten. A gyerekek német hagyományőrző táborban vesznek részt a településen. Pályázatot adott be a helyi önkormányzat és nyerte, és így tudtuk megvalósítani. Nagy részt pályázatból, kisebb részt a Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozásával jött létre. És az a célunk, hogy a gyerekek élvezetesen, játékosan olyan információkat kapjanak, vagy olyan tudáshoz jussanak, ami a gyökereikhez vezeti vissza őket, és emellett egy kis kézügyességfejlesztésről is legyen szó, tehát játszva tanuljanak gyakorlatilag. Minden napra szerveznek olyan foglalkozást, ami kapcsolódik a német nemzetiségi hagyományokhoz, szokásokhoz. Hétfőn például a környékbeli települések pacskereinek a mintáit hímeztük. Kedden egy német nyelvű üdvözlőtáblát festettünk, szerdán Óbányán voltunk megnézni szintén a helyi német gyűjteményt, ami egyébként nagyon szép. Ma szőnek, és holnap pedig svábbát fogunk tartani. Délutánonként táncot tanultak, és akkor ezt holnap úgy eltáncolgatjuk, meg szól a zene, és jól érezzük magunkat. Ez a táborzárás. Idén 13 gyerek vett részt ezen a héten a táborban Erzsébeten. A település vezetője beszélt a Baranyai falu sváb kötődéséről. Mária Terézia idején telepítettek ide a török dúlás után németeket, mondja a polgármester. Jelenleg nemzetiségi önkormányzatot működtetnek a németek Erzsébeten. A településünk körül ugye működik a nagy önkormányzat, székhelytelepülés vagyunk, amire nagyon büszkék vagyunk, és működik a német nemzetiségi önkormányzat is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó az együttműködés a nagy és a német nemzetiségi önkormányzat között. Nagyon jó a kapcsolatunk a vezetőivel, mint a
úgymond a képviselőtestületi tagokkal. A gyermektábor csak az egyik esemény, amit a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervez a településen. Idén más programok is lesznek pályázati forrásból. Elszármazottak találkozója szintén. Ugye tudjuk, hogy a II. Világháború után ebből a faluból is telepítettek ki svábokat, és a falunapunk is erre épül egy picit, elszármazottak találkozója is falunap egybe, valamint a búcsú, ami november 19-én szoktunk tartani, ugye templomunk védőszentje Árpádházi Szent Erzsébet is ennek kapcsán. Az idei évben szintén a Német Nemzetiség Önkormányzat által elnyert ilyen sváb húvós zenekarok, most nem kell 50-be meg 60-ba, 2-3 ilyen környékbeli sváb fúvós zenekar találkozóját fogjuk megszervezni az idei évben a Művődési Házban. Erzsébeten 2022-ben a lakosság 11,9%-a vallotta magát németnek. A településen mintegy 260-an élnek. 1710-től Püspök Szent Erzsébetnek nevezték a települést, utalva a föld korábbi birtokosára. Jelenlegi nevét 1949-ben kapta meg. Régió híreivel folytatjuk. Másfél milliárd forintos fejlesztést adtak át a Somogy vármegyei Homokszentgyörgyön. A Boszfrucht Agrár Szövetkezet ezen a telephelyen 700 tejelőtehén ellátását tette 21. századivá a beruházással. A családi vállalkozás 3 telephelyen több mint 150 embernek ad munkát. Bizalom, szorgalom, innováció. Ez a jelmondata a második generációs családi vállalkozásnak, amely 2500 tejelő marhával és azok szaporulataival foglalkozik 30 éve. Jelenleg éves szinten 28-29 millió kiló nyers tejet állítunk elő. Ez a homokszentgyörgyi fejlesztés is azt a célt szolgálja, hogy a saját feldolgozó üzemünkben, a kaposvári tejüzemben feldolgozásra kerülő nyers tej alapanyagbázist tudjuk biztosítani saját magunk részére, magas minőségű extra tejet termelve. Ez a fejlesztés azt a célt szolgálta, hogy a fejűházi berendezések a 21. századi modern technológiának megfelelően kivitelezésre kerüljenek, és szolgálják az állatok, úgy az állatok jólétét, mint egyébként a munkakörülmények, az ergonomikus munkavégzésnek a lehetőségeit, és biztosítsák nekünk a megfelelő tejtermelés végén, tulajdonképpen az utolsó fázis maga a fejéshez a korszerű technológiát. A térség országgyűlési képviselője az átadón kiemelte, különösen fontosak ezek a fejlesztések Dél-Somogyban. Kiemelendő az is, tette hozzá Szászfalvi László, hogy újra beszélhetünk családi gazdaságokról. Nagyszerű dolog az, hogy 1990 óta most már így tudunk gondolkodni, hogy nemzedékről nemzedékre. Úgy, ahogyan Franciaországban, Németországban, Bajorországban, Ausztriában évszázadok óta gondolkodhattak, mi is sokáig így gondolkodhattunk, de most újra így gondolkodhatunk, hogy nemzedékről nemzedékre, generációról generációra. És nagyszerű dolog látni azt, hogy ebben a családban és ebben a cégcsoportban ez a fajta tudatos gondolkodás valósul meg. Tudatos gondolkodás, felelősség a családért, és felelősség mindazokért, akik ezért a cégcsoportért dolgoznak, tulajdonképpen akikkel együtt dolgoznak. Ez egy óriási dolog, azt gondolom, hogy mai világban, a 21. században, ebben a kaotikus világban kimondani azt, hogy felelősséggel tartozom a szeretteim iránt, a családjaim iránt, és felelősséggel tartozom a beosztottjaim iránt, felelősséggel tartozom a munkatársaim iránt. A településen élőknek is fontosak a fejlesztések, hiszen az itt élők így nagyobb eséllyel juthatnak munkához. Azt gondolom, hogy nagyon örülhetünk annak, hogy ilyen cégek vannak, vagy ilyen cég van itt a településen, aki ennyi embernek tud munkahelyet biztosítani, és ilyen innovációt, ilyen fejlődést tud idehozni a településre. A másfél milliárdos fejlesztést pályázati forrásból és önerőből valósították meg. Építettünk egy új fejűházat, 2800 négyzetméter silóteret, ventilációs beruházások voltak, nyakfogók. A szövetkezet az idén elnyerte az év agrár duális képzőhelye díjat is kis- és középvállalkozás kategóriában. Tanulóik a szervezet teljes értékű tagjaiként vesznek részt a cég napi működésében és a csapatépítésben egyaránt.
Két férfit keres a rendőrség, akik a napokban Tamásiban az egyik nagy áruházban több százezer forint értékű élelmiszert loptak el. Többek között sajtot, konyakot és különböző árucikkeket vittek el fizetés nélkül. A bolti lopás gyakori bűncselekménynek számít Tolna vármegyében. A képeken azok a férfiak láthatóak, akik ellen Tamásiban lopás gyanúja miatt folytatnak büntető eljárást. Ők az egyik helyi áruházból több százezer forint értékű élelmiszert toltak ki a bevásárló kocsival fizetés nélkül. Amennyiben valaki rendelkezik információval velük kapcsolatba, kérjük, hogy jelentkezzen a tamási rendőrkapitányságon, vagy bármelyik rendőri szervnél, illetve névtelensége megőrzése mellett hívhatja az ingyenes segélyhívószámot, a 112-t is. A bolti lopások kapcsán vannak, akik visszatérően lopnak el különböző termékeket. Közülük sokakat ismernek már a biztonsági őrök, így rájuk fokozottan figyelnek. Az, hogy mire számíthatnak akkor, hogyha kollégáim, illetve az üzletek biztonsági őrei megfogják őket, ez attól függ, hogy egyszeri alkalommal történik a lopás, vagy pedig többször teszik ezt. Hogyha valaki egyszer lop üzletből és megfogják, és az általa ellopott terméknek az értéke nem haladja meg az 50 ezer forintot, akkor szabálysértést követel, ez egy tulajdon elleni szabálysértés, és amit elzárással is lehet sújtani. Ebben az esetben, hogyha az üzlet feljelentést tesz, akkor a rendőrségnek kötelessége eljárni, akár a helyszínen helyszínbírságot szabhat ki a tolvaj részére, ami 6500 forinttól 65 ezer forintig terjed, azonban, hogyha szabálysértésű feljelentést tesznek a kollégáim ellene, akkor a bíróság fog dönteni arról, hogy milyen büntetést kap. Ez lehet akár közérdekű munka, lehet akár elzárás, ami egy naptól 60 napig terjedhet, illetve lehet pénzbírság, ami 6500 forinttól 400 ezer forintig terjed. Már üzletszerűségről beszélhetünk viszont abban az esetben, ha valaki többször lop egymás után. Ez már nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek számít. Függetlenül attól, hogy egy 60 forintos csokoládéról, vagy egy 200 ezer forint értékű tévéről van szó. Ebben az esetben kollégáim már büntető eljárást kezdeményeznek az elkövetővel szemben, lopás vétség vagy lopás büntet miatt, attól függ, hogy milyen értékben történik meg ez a bolti lopás. Tolna vármegye különböző üzleteiben a lopások napi szinten előfordulnak. Ezek főként a nagyobb városokban, Szekszárdon, Tamásiban, Dombóváron és Pakson jellemzőek. Július 27-én szombaton ismét vár mindenkit a strandok éjszakája a szekszárdi családbarát strand és élményfürdőben. A szervezők reggel 9-től egészen éjfélig számos programmal készülnek gyerekeknek és felnőtteknek is egyaránt. A strandok éjszakáján a szekszárdi fürdő július 27-én szombaton egész napon át elfoglaltságokat biztosít a kilátogatók számára. A gyerekek belépőjegye 1500 forintba kerül majd, a felnőtteknek 3500 forintot kell fizetniük. Több gyermek programmal várjuk a vendégeinket, 9 órától lesz arcvesztés, Buci Bohóc fog ellátogatni hozzánk, lesz egész napos légvárvilág az Algida által. A felnőtteket pedig Vibe terasszal várjuk, ilyen elektronikus zenékkel, koktélokkal, italokkal. Tehát próbáltunk minden korcsoportot kielégíteni. Ez a tavaly évben is nagyon jól sikerült, tavaly évben is nagyon sok vendég látogatott erre, még az idejében is így lesz. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Strandok éjszakája rendezvény a vendégek körében közkedvelt volt. A strand az idei nyáron reggel 9-től este 8-ig tart nyitva, úszójeggyel 6 órakor lehet érkezni. Az idejében a forgalmunk eddig nagyon jól alakult. Itt egyrészt közlátszik ide, hogy nagyon jó az időjárás is, hál' az Istennek. Nagyon sok vidéki vendégünk van, és természetesen nagyon sok a szekszári vendégünk is. Ez remélhetőleg így marad. Az időjárás is, és mind a vendégforgalom is a szezon hátralévő részében is. A szekszári strandon a legkedveltebbnek a csúszda és az ugrómedence számít. A sportolni vágyók az úszómedencét használják, megpihenni pedig az ülőmedencékben és a szaunában lehet. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Drónozni tanulnak a szünidős gyerekek. A természettudományos tábor adja a lehetőséget az ismeretekre. Hajléktalanok a kánikulában. Tapasztalatok az elmúlt hetek hősége után a hajléktalan ellátásban. Mentési gyakorlat Pécsen, 36 méter mélyen a Tettyekarsznál. Meg akarják őrizni a hagyományokat. Német nemzetiségi tábor a Baranyai Erzsébeten. Pénteken túlnyomóan napos idő várható, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem hullik. Az északi, északnyugati szél elsősorban keleten lehet még élénk. A friss hajnali órákat követően délután 27 és 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!